Most pedig koronavírus körképünk következik itt az M1-en. Először nézzük a világ adatait. A fertőzöttek száma meghaladja 96 milliót. Csaknem 53 millióan már felépültek a betegségből, az elhunytak száma pedig nem egészen 2 millió 56 ezer. Most pedig nézzük, mi a helyzet Európában. A mai napon is három országba kapcsolunk, mégpedig Németországba, Szlovákiába és Szerbiába. Kezdjünk Németországban, ahol február közepéig meghosszabbították a korlátozásokat, és újabbakat is elrendeltek. A részleteket kedden a késő esti órákban ismertette Angela Merkel kancellár. Berlinből jelentkezik Noll Katalin. Katalin, a német sajtó korábban mega lockdownról írt. Valóban ilyen szigorú korlátozások jönnek? Az időre hivatkozott Angela Merkel kancellár a keddesti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy most még van idő arra, hogy megelőzzék a járvány robbanásszerű elterjedését, hiszen Németországban is felbukkant a koronavírus brit mutánsa. Igaz, ezt még csak egyes esetekben diagnosztizálták. Megszólalt Michael Müller Berlin vezető polgármestere is, és ő hangsúlyozta azt, hogy nem annyira újabb korlátozások bevezetésére kerül sor, sokkal inkább a jelenleg érvényben lévő korlátozásoknak a meghosszabbításáról, tehát annyi bizonyos, hogy azok február közepéig érvényben lesznek. Németországról tudni kell, hogy az üzletek jelentős része zárva van, csak úgy, mint az éttermek, a szórakozóhelyek is. Szigorítást jelent az, hogy kötelezővé teszik a nyitva lévő üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön az orvosi szájmaszk vagy az FFP2-es szájmasznak a használatát. Ugyanez lesz kötelező az idős otthonokban, például a gondozóknak viselni kell, hogyha idős pácienseikkel kapcsolatban lépnek, és szájmaszkot kell viselni istentiszteletek alkalmával is. A szájmaszkban és a másfél méteres távolság megtartásával, az éneklés mellőzésével megtarthatók lesznek továbbra is az istentiszteletek. Hangsúlyos eleme, alappillére a korlátozásoknak, az emberi kontaktoknak a lehető legnagyobb mértékű csökkentése, tehát egy háztartás továbbra is egy vendéget fogadhat, arra kérik a lakosságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék az emberi kapcsolataikat, és nagyon jelentős eleme még a korlátozásoknak, hogy a home office kiterjesztésére szólítják fel a munkaadókat, tehát arra kérik őket, hogy a lehető legnagyobb mértékben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést az alkalmazottaik számára. A tegnapi megbeszélés ismét meg a hosszúságúra sikeredett. Este 10 órakor léptek a sajtó nyilvánossága elé a politikai döntéshozók. Ennek pedig az volt az oka, hogy az utolsó órákban az iskolák, az óvodák esetleges újranyitásáról nem tudtak megegyezni. Az álláspontok rendkívül eltérőek. Végül az a döntés született, hogy február közepéig az iskolák és az óvodák is zárva tartanak. Igaz, a németországi tartományok félszuverén államok, saját hatáskörben is hozhatnak döntéseket, ezért Baden-Württemberg tartomány miniszterelnöke Winfried Kretschmann bejelentette, hogy ő január végén újra nyitná az iskolákat a tartományban, természetesen csak akkor, hogyha a számok ezt lehetővé teszik, és az új korlátozás, tehát az FFP2-es maszk kötelezővé tétele sem új Németország egésze számára, hiszen Bajorország tartományban például már ezen a héten kötelezővé tették, igaz, a szabály be nem tartásáért ezen a héten még nem büntetnek. Hogyan alakulnak a számok Németországban, illetve mekkora az eltérés a fertőzöttek számát tekintve a tartományok között? Németországban csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek száma. Ma reggel 15.974 új fertőzöttet diagnosztizáltak, ami több mint 3.600-zal kevesebb, mint ahányan egy héttel korábban ugyanezen a napon megfertőzöttek a koronavírussal, de hétfőn is egy rekord dőlt meg, alig több mint 7.000-en fertőzöttek meg a koronavírussal. Október vége óta nem volt ennyire alacsony ez a szám. Angela Merkel kancellár egyébként erre is felhívta a figyelmet, nagyon kedvező
jellemző ez a tendencia, de mint hangsúlyozta, ennek a tendenciának nem a megtartására, hanem a felgyorsítására lenne szükség Németországban. És a politikai döntéshozók tanácskozása részben azért is nyúlik hosszúra, mivel a tartományok fertőzöttsége között nagyon nagy a különbség. Türingia jár az élen fertőzöttség tekintetében, tehát itt a 100 000 lakóra jutó fertőzöttek száma 250-et is meghaladja, Brémában pedig 83 ez a szám, tehát a számok ismeretében nem lehet azon csodálkozni, hogy nem könnyű a megegyezés, de ugyanez a sokszínűség tapasztalható az oltási központok nyitásával kapcsolatban is. December vége óta sorra nyitnak az oltási központok Németországban. Jens Spahn egészségügyi miniszter azt szerette volna, hogyha egy egységes forró vonalat és egy egységes portált hoznak létre, ahol időpontokat lehet foglalni. Az egységes országos forró vonalat létrehozták ugyan, de a tartományok ragaszkodtak ahhoz, hogy saját portálokat is létrehozzanak, tehát saját cégeket is bíztak meg, ezért eltérő időpontokban egymást követően kerül egy sor az időpont foglalásra. Például Wiesbadenben tegnap volt a nagy nap, amikor megnyílt egy oltási központ, és a jövőben lehetőség lesz az időpont foglalásra is. Köszönjük szépen Berlinből a tudósítást, a szomszédban folytatjuk, először Szlovákiában. Egyre nagyobb a káosz a hétfő óta zajló átfogó tesztelésen. A regisztrált mintavételi pontokon kívül ugyanis az önkormányzatokon múlik, hogy a január 26-áig tartó országos tesztelés alatt hány új tesztpontot sikerül létrehozni, és ott mennyi ember tudnak letesztelni. Az önkormányzatok azonban ellentétes információkat kapnak az illetékes hivataloktól, ráadásul a teszteléshez rengeteg engedélyt kell beszerezniük. Barta a témához kapcsolunk most. Pontosan mi a probléma a tesztelés lebonyolításával? Pontosan az a probléma, hogy a szlovák kormány gyakorlatilag egy héten keresztül ülésezett azzal kapcsolatban, hogy az átfogó tesztelést megtartsák-e. Egy héten keresztül nem sikerült dűlőre jutniuk, ellentétes vélemények voltak a kormánykoalíción belül, majd vasárnap este bejelentették azt, hogy megegyeztek abban, hogy Szlovákiában mégis megvalósul az átfogó tesztelés, és már másnaptól, tehát hétfőtől, mintegy 9 napon át. A vasárnap esti bejelentés azonban mindenkit váratlanul ért, hiszen senki semmilyen utasítást, semmilyen eligazítást addig nem kapott, és gyakorlatilag a kormány áttolta az önkormányzatokra annak a felelősségét, hogy az országos tesztelés mennyire lesz sikeres. 5000 katonát ugyan biztosítanak a lebonyolításhoz, de semmi egyebet nem mondtak, semmi egyéb engedélyt nem adtak meg könnyebben az önkormányzatoknak ahhoz, hogy le tudják bonyolítani az országos tesztelést, és hogy azt milyen körülmények között tegyék meg. A Szlovákiai Városok Uniója ugyan már bejelentette azt, hogy részükről rendben van, a hozzájuk tartozó 56 városban biztosan megvalósul a tesztelés, és nem csak azokon a regisztrált mintavételi pontokon, amelyek egyébként folyamatosan működnek Szlovákiában, és néhány száz van belőlük, hanem külön mintavételi pontokat is létrehoznak, és hétvégén is dolgozni fognak. Persze csak akkor, hogyha a kormány eljuttatja hozzájuk azokat a megígért teszteket és a tanúsítványokat, amire szükségük van ugye a teszteléshez. Már több önkormányzat is, tehát városi önkormányzat is megjelentette azt, hogy hol lesznek a teszthelyek, például a hétvége folyamán az egyes városokban. De mindenki pillanatnyilag azt várja, hogy a teszteket ezekhez a teszthelyekhez megkapják, és a tanúsítványokat, amit majd az emberek számára odaadnak. A városok részéről ugye ennyi a pillanatnyi helyzet, aztán ott vannak a községek és a falvak, ahol már sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen nekik rengeteg engedélyt kellene jóvá hagyatni ahhoz, hogy ezeket a mintavételi pontokat az egyes községekben létrehozzák. Az egyes járási szervezetektől ellentétes információkat kapnak, és egyelőre úgy néz ki, hogy a teszteken kívül semmilyen más támogatást nem kapnak majd az államtól. Ez azt jelenti, hogy nekik kellene beszerezni az összes védőfelszerelést a teszteléshez, tehát például a maszkokat, a gumikesztyűket, a védőruhát, tehát minden olyat, amire ugye egy tesztelés során szükség van, sőt, nagyon kevés az egészségügyi alkalmazott is, úgyhogy egyelőre azt sem lehet tudni, hogy az egészségügyi alkalmazottak rendelkezésre állnak-e majd. És hát pillanatnyilag úgy néz ki, például a csallóközi polgármesterekkel beszéltem, hogy az egyes falvakban úgy tudják megvalósítani a tesztelést, ha szerződést kötnek egy olyan várossal, például a Csallóközben Somorjával vagy Dunaszerdahellyel, amelyik egyébként regisztrált teszthely, és van már szerződése, illetve megszerezte a szükséges engedélyeket. Hogyha ezt meg tudják tenni, akkor ezeken a településeken megvalósul majd a tesztelés, várhatóan a hétvégén. Tehát ezek a pillanatnyi problémák, így az emberek eléggé tanácstalanok, nagyon sok a kérdés, folyamatosan kérdeznek, folyamatosan telefonálnak,
és az internet is gyakorlatilag ettől hangos, hogy ki, hogyan és hová tud menni tesztelni, hiszen január 26-áig meg kell valósítani az átfogó tesztelés Szlovákiában. Hetek óta kijárási tilalom van érvényben Szlovákiában. Miért szükséges, hogy ezen felül még teszteltessék is magukat az emberek? Mert a kormány szerint nem elég az, hogy kijárási tilalom van, hogy gyakorlatilag lockdown van Szlovákiában, hanem szerintük a megfelelő védekezés az az általános tesztelés, éppen ezért ragaszkodtak hozzá, és a kijárási tilalmat tovább szigorítják, ugye ahogy mondtam az imént 26-áig tart az átfogó tesztelés, január 27-től pedig tovább szigorítanak. Ez azt jelenti majd, hogy 27-től nem tud kimenni az utcára az a felnőtt, akinek nincs negatív koronavírus tesztje. Tehát nem tud kimenni például a természetbe, és nem tud elmenni dolgozni sem. Ez alól csak azok kapnak kivételt, akik 15 évnél fiatalabbak, tehát a gyerekek, és a 65 évnél idősebbek, ők tudnak menni, és hát azért megfogalmazott a kormány néhány kivételt, ahová egyébként teszt nélkül is lehet menni, ilyen például a legközelebbi élelmiszerbolt, ilyen például a gyógyszertár, vagy esetleg el lehet menni tesztelni, el lehet menni orvoshoz, és hát érdekes, hogy bár munkába, tehát dolgozni, tehát termelni nem lehet negatív teszt nélkül, de egyébként például bírósági tárgyalásra vagy rendőrségi kihallgatásra el lehet menni. Tehát elég sok a kérdőjel, elég sok a visszásság, és elég sok az olyan kérdés, amit például nem tisztáztak. A rendelkezésben benne van például egy olyan rész, ami arról szól, hogy ha megnyitnák az iskolákat és az óvodákat, mert ezt tervezik február 1-től, akkor a gyerekek el tudnak menni teszt nélkül is iskolába vagy óvodába. Ugye ezzel csak az a furcsa, hogy azért nem életszerű az, hogy például egy óvodás gyerek egyedül elindul az óvodába, mert hogy neki nem kell ehhez teszt, míg a szülőnek igen, hogyha például nem tudott részt venni a tesztelésen, és nem rendelkezik teszttel, akkor gyakorlatilag nincs, aki a gyereket az óvodába elkísérje. Tehát elég sok a kérdőjel ebből a szempontból is, de az a lényeg, hogy aki dolgozni akar január 27-e után, annak bizony tesztelni kell. És még egy dolog a tesztelésről, hogy január 29-én az egészségügyi miniszter kiértékeli majd a 9 napos átfogó tesztelésnek az eredményét, és kettő részre osztja az országot, a jól szereplő járásokra és a rosszul szereplő járásokra. A rosszul szereplő járások azok, ahol a legmagasabb lesz a fertőzöttség. Már mondták azt, hogy 37 ilyen járást fognak majd meghatározni. Nos, ezekben a járásokban újra kezdik majd február 3-a után a tesztelést, mindaddig, amíg nem sikerül lesz a fertőzöttségi számot csökkenteni. Szlovákiában továbbra is abban hisznek, hogy a teszteléssel a pozitív esetek kiemelhetők a társadalomból, ugye ők karanténba kerülnek, a családtagjék karanténba kerülnek, ezzel pedig lassítható a járvány terjedése. Köszönjük szépen a tudósítást, egy másik szomszédos országban, Szerbiában folytatjuk, ahol megkezdődött a koronavírus elleni tömeges oltás kedden. Először az oktatásban dolgozók, a katonaság és a rendőrség tagjai, valamint az újságírók kapják meg a vakcinát. Közben folyamatosan oltják azokat is, akik regisztrálnak a kormány erre a célra létrehozott internetes oldalán. Mészáros Györgyhöz kapcsolunk Szabadkára. György, mit mutatnak a legfrissebb adatok, illetve mekkora az érdeklődés az oltás iránt? Van elég oltóanyag? Köszöntöm a nézőket. Nos, van elég oltóanyag, és már több mint 390 ezren regisztráltak a szerbiai polgárok közül azok, akik szeretnék felvenni valamelyik koronavírus elleni védőoltást. Többségében az 50 év felettiek jelentkeznek, de jellemző, hogy a fiatalok közül is sokan regisztrálnak. Nos, az előzetes tervek alapján valószínűsíthető, hogy az oltási terv alapján napi szinten majd akár 30 ezer embert is be tudnak oltani. Szerbiában jelenleg már több mint 1 millió dózis koronavírus elleni oltóanyag érkezett, de továbbiak beszerzéséről tárgyalnak. Várhatóan a napokban mintegy 250 ezer adag orosz vakcina érkezik még, és tárgyalnak az AstraZeneca képviselőivel is. Ebből Szerbia mintegy 800 ezer adag oltóanyag beszerzését tervezi. Egyébként a legfrissebb adatok biztatóak, tehát csökken a napi új fertőzöttek száma. Százalék arányban a naponta teszteltek közül nagyjából 15-20%-ról derül ki, hogy koronavírussal fertőzött. Konkrétan az elmúlt 24 órában, tehát a tegnap 15 órai adatok alapján 1688 újabb fertőzöttet regisztráltak, de több mint 10 000 embert teszteltek.
20-an vesztették el a harcot a koronavírus szövődményeibe, ennyien haltak bele 24 óra leforgása alatt, és a kórházban kezeltek száma most már lassan majd 5000 alá csökken, illetve továbbra is 171 páciens szorul mesterséges lélegeztetésre, de ez is már jóval kevesebb, mint amennyi mondjuk egy héttel ezelőtt volt. Közben tegnap ülésezett a szerbiai válságstáb is, amely úgy döntött, hogy egyelőre maradnak a meglévő intézkedések. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a vendéglátóipari egységek továbbra is este 8 óráig tarthatnak nyitva, az élelmiszeripari üzletek azok este 9 óráig dolgozhatnak, míg a benzinkutak azok nyitva lehetnek, illetve gyógyszertárak éjjel-nappal, tehát 0-tól 24 órás idősávban, azzal, hogy este 8 óra után például a benzinkutakon nem vásárolható alkoholos ital. Mindeközben Szerbiában megkezdődött a tanintézményekben a második fél év, ugyanúgy, ahogy az szeptember 1-én a tanévkezdéskor volt, tehát a középiskolások minden második héten mennek iskolába, illetve a közbelső héten online oktatásban részesülnek. Az általános iskolások, a felsősök esetében minden másnap mennek, járnak be az iskolába, míg az alsósok minden nap részt vesznek a tanításon. 30 perces órák vannak, és az illetékes minisztérium, az oktatási minisztérium azt mondta, hogyha a tanügyi dolgozók oltása megfelelő ütemben halad majd, akkor előfordulhat, hogy hamarosan visszatérhetnek 2-3 hónapon belül akár a 45 perces tanórákra is. Köszönjük szépen tudósítóinknak a legfrissebb híreket, Noll Katalinnak Németországból, Bartal Tímának Szlovákiából, illetve Mészáros Györgynek Szerbiából.